Utaz velünk! Igyekszünk sok segítséget, tanácsot, vagy éppen ötletet adni az utazásokhoz, és van egy olyan utazási iroda, aminek jelképe a szeretet, az emberség, az egymásra odafigyelés, és nem is akármilyen utakat szerveznek. Hát én most őket szeretném bemutatni önöknek azért, mert éppen jubilálnak. 30 évesek! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Madari Gyulát, aki ennek az utazási irodának az alapítója, és bizony ez a 30 év sok nyomot hagyott hátra. 1986. szeptember 8. Görögország, Egina szigete. Ott született a makrovilág. És amikor az irodára pecsétet rátették, 1987. Június 15. Elindult egy út a végtelenbe, egy iroda az ismeretlenbe, és abban a világban még, amit mi vállaltunk föl, az részben tiltott volt, részben lehetetlen volt. Az arándoklat tiltott volt, a valutával pedig kezet fogni, az időnként bizony börtönnel is járt. De én akkor is hittem a gondolat tisztaságában, az arándoklatban, mert a turizmus, az örömszerzés művészete, az zarándok turizmus, az örömszerzés művészete és a kegyen közvetítés eszköze, és ezzel a gondolattal indultunk el, és miután előtte államigazgatásban dolgoztam, tudtam, hogy nem lehet olyan gyorsan elkapni valakit, ha éppen valutával fizet külföldön. Utána persze pár évre, 90-ben már ez megszűnt, de rendkívül izgalmas volt ez a 30 év. Először túl kellett jutni a gyermekkoron, ami azt jelentette, hogy 90-ben mindenki kapott engedélyt, és ha valaki 50 forinttal olcsóbban elvitt egy utat, akkor azzal mentek. Tehát bizonyítani kellett azt, hogy mi bizony tisztességes vagyunk, tisztességesek vagyunk, és megbízhatóak. 1990-ben keletkezett a mai napig is használt euh, lógunk, bízza magát a megbízhatóra. És Azóta senki nem vonta ezt kétségbe, nem kérte, hogy többet ne használjuk, és ezzel az örömmel közeledünk a jubileumhoz, amelynek a csúcspontja jövőre, 2017. június 10-én szombaton lesz egy nagyévű fesztivált, juniálist, valamilyen ünnepet szeretnénk adni, mert a kezdeti nehézségek után volt egy könnyebb időszak, és most az utóbbi időkben megint keletkeztek nehézségek. Gondoljunk bele, a robbantások, Párizsba menni, különböző helyekre menni. Tehát bizonyos félelmek vannak az emberekbe, és ezeket a félelmeket fel kell oldani. Hiszen például most ment két csoportunk Rómába, amikor volt Olaszországban a földrengés, az egyiket nem rengette meg a földrengés, de a másik megingott az utolsó pillanatban, és miután sikerült megvilágítani, hogy messze van tőle, nem arra megyünk, nem lesz semmi baj, elindultak és nagyon boldogan tértek vissza. De ez egy külön munkát, meggyőző munkát, Bizonyítást jelent, hiszen voltunk mi földrengés alkalmával a amikor a, a szállodában a, a csillárok elindultak, mentek, az ágyak voltak, minden félelmetes szerintem. volt, de az sem okozott problémát, hiszen nem olyan helyen, nem olyan helyen szálltak meg egyrészt, a földrengés egyébként a régebbi épületekben okoz kárt, az újakban nem. Tehát mindezek mellett kell az emberekbe bátorítást adni, és biztosítani azt az örömet, amely elindulnak, amely miatt útra kelnek, amely miatt befizetnek, amely miatt velünk jönnek. Kezemben egy igazi erekje 89-ből egy programfüzet, és ugye látva a mai gyönyörű katalógusokat, higgyék el, hogy ez akkor csodának számított. Belelapoztam, hát ugye még egész mások voltak az úti célok. Jugoszlávia, NSK, Csehszlovákia, ma már olyan furcsának hangzik, de bizony ez jelenti azt, hogy a kezdeteknél is már egy nagyon széles körű kínálatot tudtak adni. Ahhoz, hogy valaki zarándokutakat tudjon szervezni, azért ahhoz elhivatottság kell, tudás kell, úgy tudom, hogy ön teológiát végzett, tehát minden irányból megtámogatja azt, amit mi itt az elején elmondtunk, hogy egy nagyon odafigyelős, nagyon biztonságos zarándokutakat csinál. Mennyiben használta föl a tanulmányait? Minden fölhasználtam, hiszen építész is vagyok, teológus is vagyok, idegenforgalmat is végeztem, és így tovább. Minden javát szolgál az embernek, hiszen egy mérnöki gondolkodás az út precíz megszervezésénél szinte aranyatér. Azután aranyatér az a tény is, hogy mindezeket felhasználva Magyarországon elsőként vagy egyetlenként Győrben, most a Széchenyi Egyetemen van vallási turizmus szakirány. Ott képezzük azokat az embereket, akiket mi és különböző szervezetek fel tudnak használni, és az én munkatársaim is már ott végeztek, tehát abszolút ismerik a vallásidok, hiszen egy szakiránynál van egy általános turizmus, van teológiai ismeretek, amit a Győri Hittudományi Főiskola tart, és hát mi, akik gyakorlók vagyunk, mi pedig az általános vallásturisztikai dolgokat adjuk elő és segítjük a hallgatókat, és velük együtt most már még inkább tudjuk mondani, hogy bíz magad a megbízhatóra, vagy bíz magad a megbízhatóra, hiszen ők is jártasak, otthon vannak, és a mai világban sok esetben az ügyfélszolgálatban nem tapasztalható nagy-nagy szeretettel, empátiával fogadják a vendégeket a vágyak is hajtják előre az embert az élete során. Én úgy hallottam, hogy Madari Gyulának volt egy nagy vágya leülni a fehérház lépcsőjére. És ez meg is történt. 1969-ben nem tegnap volt, én történelem vagyok már magam is, egy országos versenyt nyertem idegen forgalomba, és ott mondtam el először azt, hogy szegényen és szerényen bejárom a világot és addig nem halok meg még le nem ülök a fehérház közben. hát gondoljuk el akkor az 50 dolláros uti pénzzel milyen fantasztikus lehetetlen elképzelés volt ez de 15 évig küzdöttem, szerveztem szervezkedtem és 1984 július 5-én valóban leültem, de úgy hogy a, az őrök Megállították a hosszú sort, akik mentek be a, a, a fehérházba. Leültem a küszöbbre, és nem tudták, hogy mi történik. Ötvenem fényképeztek, hogy jaj, 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 micsoda izgalom van ott. Aztán fölkeltem és bementem. De hát ez a vágy, vagy ez a, ez a hajtás, ami az ember benne van, ez nem múlt ki. Hiszen elindult egy újabb sorozat ennek a folytatása, a világjárók. Azok, Ez tulajdonképpen micsoda, hogy világjárók? Hát most már nem csak Európába, hanem Európán kívüli országokba. Ugye folyamatosan egyik év Peru, másik év India, harmadik év Japán, negyedik Dél-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, pápói Guinea, a öh, következő időkben, aztán öh, most Közép-Amerika és az idén volt egy csúcspont az életemben megint. 61-ben még középiskolás koromban, harmadikos koromban egy országos földványversenyt nyertem, aminek az volt a címe, hogy a Fekete Afrika. Hát nem sokat tudtunk még akkor Afrikáról, de én megnyertem, és hát ugye a jutalmam egy nagyon szép könyv volt, mert akkor nem volt még, hogy tévét adnak, mit, utakat adnak, semmi ez. Beírták, hogy nyert és kész. De én voltam már Afrika északi részén, ugye Marokkó, Tunézia, stb. De hát az egy fél Európa. Viszont izgatta a fantáziámat mindig Etiópiától lefelé, egészen dél-afrikai köztársaságig, és most választhattam dél-afrikai köztársaságban egy táblánál, ahol volt egy vonal. Jobbra az volt írva ki, hogy a, az Atlanti-óceán, Balra az India-óceán. Választhattam, melyikbe lépek be először. Ezért nem bántottam egyiket sem, mind a kettőbe egyszerre léptem be. Tehát ez azt jelenti, hogy a makrovilág programfüzetében idén is van világjárók, és lesz jövőre is. Akkor most végül is mi lesz az úti cél? Jövőre izgalmas lesz Irán és Azerbajdzsán iráni ősi kultúra, az azeri izgalmak, és természetesen van egy ilyen közeli, izgalmas cél is, talán mosogni fognak a kedves hallgatók. Régi vágyunk volt, vágyam, hogy Fehér Oroszországba eljussunk. Ez márciusban is fog következni. Aztán egy másik, Jordánia-Libanon. Megint egy izgalmas úti cél lesz, Hát, jöjjönek velem! Jöjjönek velünk! Így van! Megyünk! Tömegével megyünk Jordániába! <laughs> és akkor még egy dologról kell beszélnünk. Jövőre száz éves jubileumot ül a Katolikus Egyház. És hát természetes, hogy önök az az utazási iroda, aki erre is gondol. Igen. Ö, Fatima, ugye arról híres és nevezetes, hogy 1917-ben ugye Luciának, illetve még két játszinta és Francescónak a szizonya megjelent, titkokat adott át, és ugye ez májustól október hónapban mindig 13-án történt, és sok-sok kegyelmet hát kaptak az emberek, sok-sok megtérés, sok-sok gyógyulás, minden volt, és mára tulajdonképpen a világon a második legnagyobb katolikus, egész pontosan Mária az arándok hely lett. Ugye Lourdesban 6-7 millió az éves megjelenés, ugyanez Fatimába 10 és 12 között, és Guadalupe, Mexikó városában 30 millió tehát igen, fontos és előkelő helyet tud magának, és amikor ilyen jubileumi helyzetek vannak, jubileumi alkalmak, az emberek mindig szívesen mennek el valahova, keresik fel a szent helyet, és már eddig 16 megrendelt útunk van jövőre vonatkozólag, de természetesen lesz országos nagyzarándoklat is, amely... Október 8-án lesz Fatimába, illetve hát itt ötnapos, hétnapos, 8napos, buszos, buszos repülős, és így tovább, tehát a legkülönbözőbb variációk lesznek, sőt, nagyon érdekes, már a 90. évfordulón is voltunk, egyrészt Magyarországon is a Fatimai szűz templomába Soroksáron, másrészt Szent Péter ugye 1917 ott volt. Oda is, ugyanabban az időben és ugyanabban a pontban közös, hálaadó imát fogunk elmondani a három helyszínen. Tehát megyünk Szent Pétervára is ekkor. Most, aki ilyen helyekre megy, az ugye a mai technika világában már szeretné azt megörökíteni is. kell -e, hogy maga csinálja, vagy önök segítenek ebben, hogy esetleg készül egy DVD az útról? Készül, természetesen, sőt, ilyen utakat előtte. Szoktunk bevezetni, akik igénylik, azoknak vetítünk róla, beszélünk róla. Tényleg, föl Szerint. lehet készülni az utazás előtt? Hát annélkül, hogy lehet elmenni? Hát amikor talán ismertebb helyekre megyünk, egy Rómába, az nem szükségeltetik. De például most, amikor mentünk Afrikába, igenis, előtte vetítés volt, ismeretanyagot adtunk át, és én arra vagyok rendkívül büszke, hogy egyetlen helyen, ahol jártunk, pedig a világ legpiszkosabb országa, bocsánat, india, senki nem betegedett meg. De én szigorú előzményeket, tehát szigorú programokat követelek meg, vízivástól kezdve a pálinkásiváson át különböző ételek fogyasztása, egyebek, és akkor, ha az ember megelőzően gondol az egészségére, nem lesz probléma. De nem szoktam kérni, soha nem is kértem egyetlen esetben sem védőoltást. Mm. És senki sem kért. És senkinek nem a baja. De az viszont fegyelmezetten be kellett tartani az egészségügyi szabályokat. Kedves Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és mindezt elmondta nekünk, hiszen szeretünk utazni, és amint látják a legjobb, ha biztonságban és felkészülve tudunk utazni. De tudom, hogy most vasárnapra van még egy meglepetés. Igen, csak annyit, hogy még jobban megnyugtassam a kedves vendégeket, ahol veszély van, probléma van, oda mi nem utazunk. Egy, Kettő, a szombaton pedig 11 órakor a Szent István Bazilikában, Snell György, Zarándok, Püspök, háladó Szent misét fog mondani, minden évben szoktuk ezt tenni. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk.